Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon könnyű dolgom van egyrészt, mert mindent megterítettek nekem a kollégák előttem, hiszen minden fontos elvi háttér azt hiszem, hogy elhangzott. Elhangzott, hogy miért fontos az, hogy a helyi közösségek megerősödjenek, miért fontos az, hogy a helyi gazdaság megerősödjön. Nekem innen már csak egy rövid feladatom van. Beszeretném azt mutatni, hogy hogyan lehet ez forrásokat szerezni, hiszen elhangzott az, hogy azon kívül, hogy a környezetünkben lévő erőforrásokat, az embereket, az adottságokat, a talajt és a többi erőforrást, az időnket belevonjuk ezekbe a kezdeményezésekbe, ahhoz azon kívül azért sajnos még pénz is kell egyenlőre a rendszerek felépítéséhez és működtetéséhez. Ehhez próbálok meg most egy kis segítséget adni. Bemutatkozom még egyszer, Gyebnár Péter vagyok, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés megyei referense. Hálózatról majd későbbiekben mondok néhány szót. Ez egy jó lehetőség arra, hogy információhoz jussanak önök is és a helyi közösségek is. Előadásomat mindig ezzel a gondolattal szoktam kezdeni vagy befejezni, most előre raktam. Brian Tracy, egy neves amerikai gondolkodó azt mondta, hogy a véletlen törvénye kimondja, hogy ha rosszul tervezünk, a bukást tervezzük meg. A rossz tervezés, a bukás tervezése. Ez most éppen azért gondoltam, hogy fontos, hiszen 2014-20 elején állunk. Ez egy újabb Európai Uniós tervezési ciklus eleje. Nagyon-nagyon fontos az, hogy most az Európai Unió, a kormányzat, a helyi közösségek jól tervezzék meg azt, hogy mit és hogyan szeretnének az elkövetkezendő 7 évben fejleszteni, hiszen láthatjuk, hogy az elmúlt 7 évben nem biztos, hogy a leghatékonyabban ment végbe minden folyamat. Nem biztos, hogy a leghatékonyabb volt a forráskihelyezés. Az elkövetkezendő 7 évben az elmúlt időszak problémáiból tanulni kell, és ezen változtatni kell. Itt nagyon nagy szerepe van a helyi közösségeknek, hiszen a folyamatokba bele lehet szólni, a folyamatokon változtatni lehet. Az Európa 2020 stratégia az a keret, az a nagy keret, ami az egész Európai Uniónak a elkövetkezendő 7 éves időszakát meg fogja határozni. Ehhez kell igazodni az egyes ágazati programoknak, ehhez kell igazodni a nemzeti programoknak, és ehhez kell igazodni a mi elképzeléseinknek is. Nyilván az elképzelések nagy részét ehhez lehet igazítani, amit nem lehet igazítani, azt is meg kell próbálni, de azt gondolom, hogy a helyi közösségek ezt tudják, hogy hogyan kell csinálni. A vidékfejlesztési program a magyar fejlesztési forrásoknak egy jelentős részét teszi ki. Ez az ábra azt mutatja be, hogy hogyan helyezkedik el ez az operatív programok rendszerében. Hála Istennek egy csomó új mozaik szót kell megtanulnunk az elkövetkezendő években. Látszik, hogy újfajta operatív programok lesznek, új mozaik szavak fedik ezeket, és ezek között ki van emelve a VP, mint a vidékfejlesztési program, ami egy keretet ad arra, hogy a helyi közösségek fejlesztéseiket meg tudják valósítani. Itt 2017-13-ban látszik, hogy 4 prioritás tengely volt. Ezeket már azt gondolom, hogy mindenki ismeri. 14-20-ban ettől más rendszer fog működni. 6 prioritás van, 18 fókuszterület. Eközül a 6 prioritás közül is 4-et én ki is emelnék. Ezek kiemelt nemzeti prioritásként futnak. Ki is vannak pirosítva, hiszen azt gondolom, a helyi közösségeknek ebben nagyon-nagyon nagy lehetőségük van. Amit legjobban kiemeltem, a helyi gazdaságfejlesztés és a gazdaság diverzifikációja. Mit jelent az, hogy diverzifikáció? Azt jelenti szerintem a diverzifikáció, hogy aki eddig termelt, az próbáljon meg szolgáltatni is, aki eddig szolgáltatott, próbáljon meg más területeken is szolgáltatni, és például a helyi civil szervezetek, akik egy bizonyos tevékenységet folytattak, próbáljanak meg egy más ágazatban is megjelenni, például a kulturális központ nagyon jó példa erre, hiszen az elmúlt több 10 évben kulturális programokat szervezett, az elmúlt években pedig elkezdett környezettudatos közösségeket is építeni. Azt gondolom, hogy ez az igazi diverzifikáció, minél több területet meg kell próbálni lefedni, hiszen annak lesz gazdasági szerepe közvetlenül, vagy akár közvetetten. Ami még érdekes lehet, az az élelmiszerlánc rövidítése, a REAL névre hallgató rövid ellátási lánc az egy kiemelt prioritás. Kormányzati és Európai Uniós
elképzelés az, hogy az élelmiszerláncot és az ellátási láncot rövidíteni kell. Ez azt jelenti, hogy a termelő vagy a szolgáltatás előállítója lehetőség szerint közvetlenül értékesítsen a fogyasztóknak, ha nem lehet, akkor pedig a helyi kiskereskedőkön keresztül. A kollégák már elmondták, hogy ennek mi a szerepe, miért jó ez. Jó hír, hogy a kormányzat külön prioritásként plusz forrásokkal fogja azt támogatni, hogy a helyi közösségek saját közösségükben megtalálható termékeknek, feldolgozott termékeknek, szolgáltatásoknak színhelyet, színteret biztosíthat. Mire gondolok itt? A legegyszerűbb helyi piacfejlesztés. Helyi piacfejlesztésre már az elmúlt 2-3 évben is voltak források, az elkövetkező években egyre több pénzforrás lesz erre, és várhatóan a jogszabály is egyszerűsödni fog. Ahogy elmondta az előadó is, hogy jelenleg még probléma az, hogy a kistermelő csak bizonyos távolságon belül értékesíthet, csak bizonyos feltételek mellett értékesíthet. Jó lehetőség van arra, hogy ezeket a megkötéseket egy picit gyengítsék, és ez, ha még sikerül forrásokat is bevonni, akkor azt gondolom, hogy jelentős haladási lehetőség van. A tervezett forrásarányok a vidékfejlesztési programon belül, itt azt érdemes megjegyezni, hogy a gazdaságfejlesztési részre próbálják itt is a legtöbb forrás csoportosítani. Látható, hogy a mezőgazdasági üzemek fejlesztése és a termelés fejlesztése, a technológia fejlesztés, fenntartható fejlesztés, azok a kulcsszavak, amire vonatkozóan a legtöbb forrás elköltése kerül, de a társadalmi befogadás, előmozdítás és a szegénység elleni küzdelem is nagyon jelentős, akár 200 milliárd forint fölötti összegekkel is bírhat az elkövetkezendő 7 évben. Azt gondolom, hogy ezek azok a források részben, amik a civil szervezetek meg tudnak fogni. Valószínűleg a civil szervezetek ezután is aránylag kedvező feltételekkel tudnak pályázatokat benyújtani, projekteket megvalósítani. Mindenkit bátorítok arra, hogy ezeket a forrásokat próbálja megismerni, és hogyha úgy gondolja, hogy illeszkedik a saját fejlesztési elképzeléshez, akkor lehívni. Itt bemutatom ezen az ábrán azt, hogy itt valamiféle kapcsolódási lehetőségek is lesznek a vidékfejlesztési program és a területfejlesztési programok között, hiszen hogyha van egy programunk, van egy ötletünk, amit kitaláltunk, az nyilván akkor jobb, ha minél komplexebb. Ha minél komplexebb, akkor annál nehezebb hozzá forrás szerezni, hiszen vidékfejlesztési programból csak egy bizonyos típusú fejlesztésekre lehet, például egy SH-s típusú programból pedig egészen más típusú fejlesztésekre lehet lehívni forrásokat. Jó hír, hogy az elkövetkezendő 7 évben ez meg fog változni, az eddigi gyakorlat, hiszen lehet ezeket a forrásokat egymáshoz kapcsolni. Például egy közösségvezérelt helyi fejlesztéshez, egy alulról jövő kezdeményezéshez lehet a vidékfejlesztési programból és az SH-ból például együtt forrásokat lehívni. Én azt gondolom, hogy technikailag lehet, hogy az első években nehézséget fog okozni, hiszen kicsit másképp kell gondolkodni, mint eddig, de minden bizonnyal jó lehetőségek lesznek itt is. Itt is az egyéb operatív programokhoz való kapcsolódást mutatom be. Szintén kiemelném, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztések, amit CLLD névre hallgat, mindegyik operatív programhoz van kapcsolódási lehetősége, de mindjárt erről mondok még pár szót. Ez a CLLD, vagyis Community Led Local Development, közösségvezérelt helyi fejlesztés. Ez lesz az új kifejezés, ami a LEADER kifejezést fel fogja váltani. A líderes pályázatok, bizonyosan hallottak már erről, meg fognak szűnni, helyettük lesznek ezek a CLLD-s forráslehívási lehetőségek. Picit máshogy fog működni a rendszer, igazából még nem lehet véglegeset tudni. Az egészen biztos, hogy az alulról építkező terület vidékfejlesztési szervezet az újra szerveződik. Éppen most van folyamatban a helyi akciócsoportok újra szervezése. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hír, hogy Békés megyében 4 helyi akciócsoport nagy valószínűség szerint ugyanazzal a területi beosztással fog működni, ahogy eddig. Ez kicsit rugalmasabbá, gyorsabbá teszi az átmenetet. Nem lesz az a problémánk, ami például Nógrád megyében jelentős probléma, hogy megyén átnyúló helyi akciócsoportok voltak, és az átmenet az nem a legegyszerűbben megy le. Elég problémás ez az átmenet. Ott több hónapra leáll
igazából minden, nem hajladnak előre, míg Békés megyében azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, tudunk haladni, és a szervezetek tudják segíteni a helyi termelőket, a kis szervezeteket, civil szervezeteket. Tematikus alprogramokról érdemes azt megjegyezni, hogy két tematikus alprogram lesz, ami kiemelt plusz támogatásokkal fog bírni. A rövid ellátási lánc és a fiatal gazdálkodók tematikus alprogram. Itt is ez is arra lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek, illetve a helyi termelőknek, hogy plusz forrásokat vonjanak be, hiszen amennyiben van egy jó projektelképzelésünk, van egy jó ötletünk, szeretnénk egy helyi komplex programot megvalósítani, akkor, és azt mondjuk rá, hogy az ellátási láncot is rövidíti, tegyük föl, a békési zárt kertekben gyógynövényt szeretnénk termelni, és azt mondjuk, hogy lesz egy gyógynövényboltunk is itt Békésen, akkor erre plusz támogatást is kaphatunk, hiszen azt mondjuk, hogy nem csak, hogy a helyi gazdaságot fejlesztjük, hanem még az ellátási lánc is rövidebb lesz, hiszen az emberek egyből a helyi termékboltban hozzájuthatnak azokhoz a gyógynövényekhez, amit amúgy máshol boltban, herbáriában vennének meg. Szintén az ellátási láncok rövidítéséről írtam, de azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy a vidéki közösségek és a gazdaság kapcsolódási pontjai, azok hogyan is jelennek meg itt az operatív programok rendszerében. Fölírtam néhány gondolatot, ami a lényeg, az már elhangzott az előző előadásokban. Én azt gondolom, hogy ezt nem mondanám el újra. Amik elhangzottak, én azt gondolom, hogy azokat nagyon fontos figyelembe venni a fejlesztések során, és nagyon fontos a jó gyakorlatokból tanulni, hiszen nem kell itt új dolgokat kitalálni, meg kell nézni, hogy mik azok az adottságok, amik Békésen itt a környéken megvannak, mik azok a jó gyakorlatok, amik már működnek, mik azok a történelmi hagyományok, amik valamikor nagyon jól működtek. Jó például a borzderes is, hogy meg kell nézni a helyi adottságokat. Régen hogy működött, és ez egy tökéletesen működő rendszer. Azt gondolom, hogy itt is erre kell elsősorban rámenni. Nyilván van szerepe az újdonságoknak is, de egy sokkal kisebb szelet ez, mint a meglévő értékeinkre alapuló fejlesztések. Ezeken túl is lépek, mert nem nagyon szeretném én igazából az időt húzni, hanem azt szeretném elmondani, hogy a vidékfejlesztési programon kívül még van néhány lehetőség arra, hogy a helyi közösségek forrásokat szerezzenek. Például a területfejlesztési források, amiket mutattam, hogy az operatív programok rendszere, itt látszanak ezek az új hívószavak, ezek az új mozaik szavak, ezek szintén lehetőséget fognak adni a kis szervezeteknek, hogy bizonyos típusú, például az elmúlt évekhez képest, vagy hasonlóan például képzésekre, közösségi rendezvényekre forrásokat hívjanak le. Határon átnyúló fejlesztések, ugye itt a román határ mellett a magyar-román határon átnyúló program nagyon-nagyon komoly szereppel bír, igazán jelentős forrás az, ami ebben a projektben rendelkezésre fog állni. Azt kell elmondanom, hogy úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő 7 évre vonatkozóan a legfontosabb prioritás a magyar-román projektben ez a vízre alapuló projektek lesznek. A víz hasznosítása gazdaságilag, a víz hasznosítása a termelésben, akár halászathoz, hallgazdálkodáshoz kapcsolódóan, a víznek a természetben betöltött vagy betöltendő szerepének az erősítése. Ezek lesznek azok a gondolati körök, amire nagyon-nagyon sok forrást lehet hívni. Láttuk azért az elmúlt években ebben a határon átnyúló forrásokból nagyon sok kerékpáros fejlesztés valósult meg például. Én azt gondolom, hogy meglévő projekteket kell kapcsolni a vízhez, a meglévő projekteket kell kapcsolni a újfajta gondolatisághoz, és így mindenképpen sikeresek dolgokat tudunk megvalósítani. Kiemelném még a hazai forrásokat, hiszen a hazai források mindig is jelentős szerepet játszottak, nem azért, mert olyan nagy mennyiségben állnának rendelkezésre, hanem főleg azért, mert aránylag gyorsan le lehet hívni ezeket a forrásokat, aránylag hatékonyan lehet vele az elképzeléseinket megvalósítani. Kiemelném a Tanya programot például. Tanya program már 3 éve sikeresen működő pályázati lehetőség. Idei évben több mint 2 milliárd forint fog augusztus hónapban rendelkezésre állni arra, hogy tanyás fejlesztéseket megvalósítsák a tanyagazdák. Helyi piacok fejlesztésére is lesz belőle lehetőség,
illetve kiemelném a hazai források közül a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak, igen, itt látják a logóját, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak a forrásait. Idei évben több mint 1,8 milliárd forintból gazdálkodik a hálózat a különböző projektek tekintetében. Ebből több mint 1,2 milliárd forint lesz elérhető olyan kis projektekre, amiből olyan rendezvényeket tudnak megvalósítani többek közt, mint ez a mai nap. Hiszen ez a mai nap is egy ilyen projektötleti felhívás segítségével valósult meg. Itt két és fél millió forintot lehet maximum lehívni egy-egy alkalommal. Májustól fognak megnyílni ezek a lehetőségek. Számolják ki, hogy fél év alatt 1,2 milliárd forintot 2 millió forintjával kell elkölteni. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok nyertes projektre számíthatunk, és itt nagyon nagy szükség van önökre is, hiszen kellenek projektgazdák. Békés megyének a lehetőségeit is szeretném kiemelni, hiszen a megyei önkormányzat nagyon-nagyon hatékony munkát végzett az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy országos szinten is kiemelkedő az, amit a Békés megyei önkormányzat többi megyei önkormányzathoz képest végzett munkát, hiszen tényleg valós fejlesztési elképzelések kerültek papírra, nagyon jó minőségű dokumentumok kerültek kidolgozásra, és már csak arra várunk, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a források kihelyezése. A megyei önkormányzatoknak a feladata többek között most már a terület és a vidékfejlesztés is, és éppen ezért forrást is kaptak ahhoz, hogy ezt a vidékfejlesztést, területfejlesztést segíteni tudják. Ennek a forrásnak az a neve, hogy TOP, Területi Operatív Program. Miért is jó ez, miben más, mint az eddigi regionális operatív program? Eddig régiós szinten három megyénként volt egy-egy forrás keret és egy-egy intézményrendszer, ami segítségével lehetett fejleszteni. Békésen biztosan látták, hogy járóbetegellátó központ épült az elmúlt években, általános iskola, Hepp Ferenc iskola megújult, óvodák épültek, bölcsöde épült, kerékpárút épült, ezek mind a regionális operatív program forrásainak segítségével valósult meg. Nyilván kellett hozzá egy nagyon jó projektgazda, aki kitalálta azt, hogy mit lehetne fejleszteni ezekből a forrásokból, de azt látni kell, hogy Békés megye az elmúlt 7 évben ennek a rendszernek egy abszolút vesztese volt. Hiszen a többi megyéhez képest, Csongrád megyéhez képest, mind terület, mind lakosság arányosan sokkal kevesebb forrást tudtunk lehívni, mint amennyire lehetőségünk lett volna. Nyilván ennek megvannak a maga okai, azt gondolom, hogy sokkal jobb lehetőség a területi operatív program, hiszen megyei szintű források állnak rendelkezésre. Ezt a pénzt itt kell a megyében befektetni, itt kell elkölteni, és nem kell más megyékkel versenyeznünk. A másik nagyon jó hír, hogy a regionális fejlesztési ügynökség három részre lett bontva, nyilván a három megyei önkormányzat lett az új tulajdonosa, és a szegedi ügyintézés most már Békés Csabán is elérhető lesz. Békés Csabán is fog nyílni ilyen iroda. Valószínűleg április-május hónap az, amikor ez meg fog valósulni, és nem kell Szegedre járkálni. Nyilván egy közvetlen személyes ügyintézés, amit Békés Csabán is el tudunk intézni. Ráadásul megye közepén van a megyeszékhelyünk, hál' Istennek. Ezért én azt gondolom, hogy ez is jelentős versenyelőny nekünk. Fölírtam Békés megye jövőképét, én ezt mindig elmondom, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy minden Békés megyei megismerje. A megyei területfejlesztési koncepció rögzíti ezt, hogy Békés megyének 2030-ra el kell érnie, hogy értékeinek megtartásával, alkotó, innovatív megújításával Magyarország élelmiszergazdaságának motorja, fenntartható mintatérsége, a hazai megújuló agrárium szervezőjére legyen. Azt gondolom, hogyha ez teljesül, legalább részben, akkor nem lesz problémánk. Nyilván ezt hozzá kell igazítani azt, amiről az előző előadások szóltak, hogy a költéseknek a szerkezetét át kell alakítani. Ha lesz egy ilyen megyénk, ahol meg tudunk mindent termelni, nagyon jó, magas minőségű feldolgozott termékek rendelkezésre állnak, akkor hozzá kell ezt tenni a helyi közösségeknek azt, hogy ezt itt mi vásároljuk meg legalább részben, és a mi saját igényeinket nagy részben a helyi termékekből elégítjük ki, és ez megvalósul. Én azt gondolom, hogy nem lesz nekünk semmi problémánk itt, hiszen itt van a Békés megyei föld, itt vannak a vizek, itt van a szaktudás, itt vagyunk mi. Hogyha azok, akik elmentek külföldre, elmentek az ország többi részére, legalább részben visszajönnek, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon is kiszámítható lesz itt az élet.
Hát említettem, hogy a pályázatoknál még nagyon sok dolog nem tiszta, sok minden nem lehet tudni. Lehet tudni a fővonalakat, de nem tudhatjuk, hogy konkrétan mikor lesz pályázati kiírás, mennyi pénzzel, hogyan kipályázhat. Ez információ kell mindenkinek, aki szeretne megvalósítani bármilyen projektet, szeretne forrásokat lehívni, nagyon-nagyon utána kell menni az információnak, hiszen verseny van. Itt az nyer, aki hamarabb bejut az információhoz, az lépésenőnyben van. Fölírtam néhány szervezetet, akiket keresni kell. Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, ő az, aki az egész folyamatot átfogja. Én mindenkinek javaslom, hogy havonta egyszer nézzék meg a weboldalukat, hol tart a folyamat, milyen aktualitások vannak. Ez bőven elég. Ketté osztanattam a területet vidékfejlesztés és területfejlesztés témakörére. Területfejlesztésben a Széchenyi programirodák mindenütt elérhetőek az országban, Békés megyében is több helyen, érdemes őket keresni, személyesen tudnak segíteni, személyre szabottan adnak információt, és ha kormányzati kommunikáció megbízható, akkor ezek a szervezetek az elkövetkezendőkben pályázatokat is fognak írni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes őket keresni. Aki vidékfejlesztésbe, helyi közösségfejlesztésbe, helyi termékfejlesztésbe gondolkodik, annak ajánlom a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elég sok forrás fölött fog delegálni, nagyon sok pályázatnál ő fogja kimondani a döntő szót, ami már biztos a mezőgazdasági típusú támogatásoknál ő fogja úgymond osztani a pénzt. Mindenképpen érdemes őket megkeresni, és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat minden megyében van egy megyei referens. Békés megyében én vagyok, keressenek bizalommal, majd az elérhetőségek a végén ott lesznek. Fölírtam, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak az a célja, hogy a vidékfejlesztési szereplőket összeszervezze és a tevékenységet összehangolja. A feladatai a hálózatnak az információáramlás megszervezése és a legjobb gyakorlatok terjesztése. Itt pedig van egy ábra arról, hogy ez a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat hova is tartozik. Ez a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó szervezet, a NAKVI nevű szervezet az, aki az operatív feladatait ennek a hálózatnak ellátja. Mindenkit buzdítok arra, hogy regisztráljon a hálózatba, jelenleg több mint 11 ezer tag van. Azért is nagyon fontos a regisztráció, egyrészt azért, mert önöknek ebből előnyük származik közvetlenül, másrészt meg nekem mindig problémám az, hogy Budapesten van, Magyarországon a legtöbb vidékfejlesztő, és én azt gondolom, hogy ez ellen tenni kell, úgyhogy mindenkinek mondom, hogy regisztráljon, hogy Békés megyében egyre több sötétkék terület legyen. Miért fontos ez a regisztráció? Hoztam néhány kiadványt, kint is megtalálják, már láttam, vettek belőle. Ez a Magyar Vidéki Mozaik, ez az aktuális téli szám, évszakonként jelenik meg. Nagyon hasznos információk vannak benne, aki regisztrál és a regisztrációs lapon bejelöli, díjmentesen a postaládájában megkapja minden évszakba, tehát évente 4 ilyen szám jelenik meg. Jó gyakorlatok is vannak benne, aktualitások is vannak benne. Kapcsolati háló. Hát mindenkinek tudom javasolni, hogy nálam lévő ügyfélregisztrációs lapra, hogyha fölírja az e-mail címét, akkor én a megyében lévő rendezvényekről mindig küldök neki meghívókat, illetve az aktuális pályázatokról mindig küldök egy-egy linket, hogy hol találhatók meg ezek. Körülbelül havonta egy-egy ilyen e-mailt szoktam kiküldeni, de akkor igyekszek minél több információt belezsúfolni. Illetve kint a pulton szintén elhelyeztem ilyen leírást, ebben benne van az, hogy én mivel foglalkozok és hogyan tudom önt segíteni, illetve az elérhetőségeim is rajta vannak. Ezt is ajánlom mindenkinek, aki ilyen területen szeretne Békés megyében valamit tenni, akkor vigyen egy ilyet és el tud érni. Ami nagyon fontos, hogy pályázati előfeltétel több pályázatnál is, eddig is így volt már, ebben az évben valószínűleg még inkább így lesz. Tehát a regisztráció ezért is fontos. Hogyan lehet regisztrálni? mnvh.eu, tehát EU végződésű weboldal, a be van karikázva ott az a rész, belépés, regisztráció, gombra kell rákattintani, megjelenik egy ilyen felület, amit nagyon egyszerűen 2 perc alatt ki lehet tölteni, alapadatokat kell megadni, egy ilyen PDF dokumentumot generál a rendszer, amit ki kell nyomtatni, alá kell írni, és vagy nekem idadni, vagy postára adni az ott látható címre, és már is megtörtént a regisztráció, ez egy díjmentes folyamat, és amit mondtam, egy idén 1,2 milliárd forint fog rendelkezésre állni a második fél évben a projektötleti felhívásokra. Meg fog változni ez a rendszer az idei, a tavalyihoz képest.
amire tavaly előtt lehetett pályázni rendezvényszervezés, ismeretátadás és szakmai kiadvány, ezekre lehetett 2 millió plusz áfa összegeket lehívni egy-egy alkalommal. Valószínűleg a nagyságrend maradni fog, valószínűleg a pályázatnak a rendszere maradni fog, technikai módosítások várhatóak, ami nagyon fontos, hogy egy nagyon nagy hátránya van a pályázatnak, hogy utófinanszírozott, és több hónappal később fizeti ki ezeket a megvalósult projekteket. Nyilván erre fel kell készülni, de 100%-os támogatás mellett, aki megteheti, én azt gondolom, hogy az éljen ezzel a lehetőséggel. Projektötleti felhívásokról a szintén mnvh.eu weboldalon ott bekarikázott gombra kattintva lehet további információkat elérni. Tavaly így működött ez a rendszer, hogy bizonyos hónapokban meg volt hirdetve, hogy melyikre lehet pályázni, abban a hónapban a két hónappal későbbi rendezvényre lehetett pályázni mindig. Kivétel volt ez alól az év vége, viszont látszik, hogy októberi körben kellett a január 1 és május 31 között megvalósuló rendezvényekre pályázni. Ez a mai nap is egy októberi pályázatnak az eredménye. Ennek van egy előfeltétele, és előzetesen nyilvántartásba kell vetetni a szervezetet, ezt minden hónapban csak egy hétig lehet megtenni. Föl is írtam, hogy most március 3-10, tehát jövő héten lehet előzetes nyilvántartásba vételt kezdeményezni. Ez azért fontos, mert ez egy hónap körülbelül, mire nyilvántartásba veszik a szervezetet. Tehát aki márciusban az előzetes nyilvántartásba vételt kezdeményezi, áprilisban előzetesen már nyilvántartásba vétel megtörténik, és májusban, ha kijönnek a források, azonnal tud rá pályázni, nem kell neki várnia, hogy ezeket az előfeltételeket teljesítse. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen Sanyinak is, hogy meghívott, és lehetőséget adott arra, hogy tájékoztassam önöket ezekről a dolgokról. Keressenek bizalommal, Békés Csabán a megyeházán vagyok elérhető, de sokkal biztosabb, hogyha a telefonon, e-mailen megkeresnek, megbeszélünk egy egyeztetést, folyamatosan járom a megyét, amennyiben önöknek is van, szervezeteiknek is van arra igénye, hogy ehhez hasonló, vagy akár egy-egy témában külön előadást tartsak, akkor nagyon szívesen megyek, hívjanak. Köszönöm szépen!